bemutatjuk a Derrick című bűnügyi filmsorozat Szóló kvártetre című epizódját. Miért nem hiszel nekem? Talán nem mutattam meg a kritikákat? El is olvastam őket. És ugye jók voltak? Annyira azért nem voltak jók. Neked erről fogalmat sincs, a kritikák mindig rosszak. De hát éppen most mondtad, hogy milyen jók voltak. Ére figyelj, a rossz kritikákban a sorok között kell olvasni. Na igen, a kritikusok egyszerűen nem is tudnak máshogy írni, csak a rossz kritika a jó. A színész örök áldozat, és mindent el kell tűrnie, a nyilvánosság rabszolgája. Ez mindenkire igaz. Ő! Hát tessék ő! Jók, mi? Ezek a fiatalok. Ilyenekből nekem is bőven jutott annak idején. Tudod te, hogy ki voltam én? Annak idején? Egyszerűen én voltam a nők bálványa. Bizony, barátom. Hát persze akkoriban nehezebb volt, mint manapság. Fantázia kellett hozzá. Szépen ki kellett fejezni az érzéseidet. Nem úgy, mint ma, egyből a lényegre térni. Aztán jön a hol és mikor. Na, ez nekem már sok. Na, lépjél már! És... Matt! De miért? Veled nem játszom többet. Na végre, megjöttek. Azt ígérted, megtanítasz, hogy minden lépést elmagyarázol. Áj, nem lehet játszani. Persze, te csak nyerni akarsz. Későre jössz, de jössz! A hosszú út izolálni gróf késésed kimenti. Kettőt beszéltünk meg, nem? Hány óra van? Helyes dolgot tenni soha nem késő. Most nem a színpadon vagy. Igen, tudom. Tudom. Nem vesztek jegyet, mert te ingyen is játszom. Tudjátok, hogy nagyon szorít minket az idő. Jó. És azt meséltem nektek, hogy... Na, gyerünk már! Hé, szálljatok be! És hová lesz az utazás? Hová, tudtam, hogy elfelejted. Na befele, ülj a seggedre! Meglátszik, hogy nem idézel klasszikusokat. Megnézzük a te színhelyét. Vagy hú? Ne felejtsd el, hogy utólag mindenről nagyon pontos rajz kell. Nagyon pontos. Hülyének nézte. Mindig is a pontosság és a megbízhatóság volt az erőssége. A szállj már ki végre. Miért kell ezt nekem eltudni? Kell mindig egyből megsértődni. Most meg mind nevetsz. Azon, hogy ez a hülye minden alkalommal felidegesíti magát. Pont úgy, mint te. És amikor ideges vagy, rögtön sminkelni kezdesz, méghozzá elég rondán. Mit mondtál? Egyszer majd megmutatom neked, hogyan kell szépen sminkelni. Majd pont egy ilyen öreg kilustrált vásári komédiás tanít meg rá. Ahogy táncolni se tudsz, már vén vagy, ugyanúgy sminkelni se. Sminkel vagy smink nélkül, de fogjátok be a szátokat. Ez a legrosszabb, amit egy színésztől kérni lehet. Jól van? Jól van. Harmadik emelet. Erre van a lift. Köszönöm. Miben segíthetek?
Jó napot. De hát igen, gondoltam. Parancsol? Gondoltam, hogy nem ismer meg. Talán ennyire megváltoztam. Várjon csak. 3 éve még naponta járkáltam ki be. Koppel? Ugyan bizony. Hát ami maradt belőlem. Gyomor, epe kivéve, 2 infarktus, de a fejem az még működik. Szóval csak úgy meglátogatott minket? Gondoltam, benézek, hogy minden rendben van-e a Helvége és társánál. Tudja, épp erre jártam. Jó napot. Jó napot. Jó napot! Jó napot! Pillanat. Mit óhajt? Először is azt, hogy legyen egy kicsit kedvesebb a cég egyik régi dolgozójához. Egy kicsit megváltozott itt minden. Hát igen, 3 év. Tudja, én még a megboldogult öreg Helvégének dolgoztam. Mit tehetek önért, uram? Jelentsen be a fiatal úrnál, Koppel. Alfonz Koppel a nevem. Még emlékeznie kell a nevemre. Igen? Koppel, fogalmam sincs. Várjunk csak. Nem volt nálunk régebben egy Koppel? Koppel. Talán a könyvelők közt. Még apám idejében. Jó, és mit akar most? Oké, akkor vezesse be, de csak 2 percre. De csak röviden, mert nagyon elfoglalt. Mert nagyon elfoglalt, ezt már ismerem. Koppel úr. Igen, tessék. Jó napot! Jó napot! Egy pillanat. Jó. Szóval, honnan jön most Koppel úr? Hát otthonról. Vagy inkább az otthonból. Az öregek otthonából. Ah. Kedves Koppel, még mindig a régi. Kicsit öregebb, de még a régi. Senki nem lesz fiatalabb, igaz? Ilyen az élet. Az apja, ő volt a főnököm. Igen. És hogy van? Hát nem túl jól. Ó, miket hallok, nem túl jól? Talán az egészsége? Nem, anyagilag. Hogy történhetett meg? Magával, a spórolás nagymesterével. Hát... Hisz maga legalábbis apám szerint a spórolás művésze. A cég számára. Magamnak sajnos nem tettem félre eleget. Hát... Mit tehetek önért? Nem adna valami munkát? Hogy mit? Nincs szüksége éjjel-jőrre. De hát már van egy éjjeli őrünk. Pont úgy, mint régen. Mint a maga idejében, Koppel. Éjjel minden órában ellenőrzi az irodát. De tudja mit? Itt van 100 márkás. Menjen szépen, egyen igyon valamit. Az őrködést meg felejts el. Na, tegye el, ne szégyelje magát. Na végre, itt jön már. Na mi van? Minden rendben. Minden rendben? Minden rendben, és itt egy kis adomány. Na tessék, ergo bibámus. Egészségükre. Legyen szíves. Igen, már is. Mit hozhatok? Ne, hát exküzé, majd én, jó? Mondja csak, garszom, milyen pezsgőjük van? Pezsgő? Úgy látom, nagyon csodálkozik, talán nincs pezsgőjük? Természetesen van pezsgőjük. Na, ne mondja. Hagyd már ezt abba.
Két sört kérünk és egy ásványvizet. De csak a sofőrnek. És egy felest. A hölgynek. Most már tudjuk, hogy van maguknál pezgő is. Legközelebb majd visszatérünk még erre a dologra. Már alig vár. És most Innidias Rex, függödj fel, és te következel. Na, tehát, a páncélszekrény még mindig a... Szóval a páncélszekrény még mindig a régi helyén áll. Egy profinak nem lesz probléma. És a kulcsaid még jók? Igen, kipróbáltam őket még jók. Itt van a bejárat, és ez itt a lift. É, azt nem használjuk. Persze, hogy nem. A lépcső itt van mellette. Helvége és társa a második emeleten van. Egy éjjeli őr folyton körbejár, és óránként az ajtó előtt van. Akkor mindössze egy óránk van. Igen, annyi elég is lesz. Hajrá, hajrá, hajrá! Jó, jó. A műsor csak 8-kor kezdődik, taták. Lehet majd bámészkodni. A főnök már vár minket, kicsi. Arról nekem is tudnom kéne. Na, tűnjenek gyorsan el. Hé! Nem úgy van az aranyom. Hívja szépen Emilt, vagy olyat kapsz abba a hájas seggedbe. Emil! Emil, itt van két őrült. Na, ez mindjárt más. Mindig azt kell tenni, amit a nagypapa mond. Na, mi van? Dobd ki őket! Dobd ki őket! Hát itt volnánk, Emil. Percre pontosan, mint régen. Le a kalappal. Mondtam, hogy dobd már ki! A francba, hallgass már el, vagy kapsz egyet. Na, tűnés! Mégis mit képzelsz magadról? Koppelnek hívnak. Alphonse Koppelnek. Itt az emberünk? Igen. Ért hozzá? Csak az egyik. Ketten vannak. Ketten? Janak volt, mint régen, mi? Nem, inkább óvatos. Most mit izgulsz? Kinek köphettem volna, mi? Talán a régi kollégáidnak? Nem emlékszem, hogy tegeződnénk. Vagy tévedek? Oké, jól vannak. Az a helyzet, hogy túl sokat tudok rólad. Például az a régi ügy Mankerrel. Azért bármikor kaphatsz jó pár évet. A humora azóta sem lett jobb, az biztos. Nyugodjon meg szépen, felügyelő úr. A végén még megüt itt a guta is. Pont egy ilyen helyen, mint ez. Na, ígyunk az egészségére. Hello! Hova magammal valakit? Ahogy látom, maga is. Szóval még mindig érdekli az ügy? Hát persze. Amit Emiltől hallottam, az jól hangzik. De üljünk le inkább. Na, akkor halljuk végre. Tehát mindent szépen elterveztünk, percre pontosan. Ha mindent pontosan betartanak, nem lehet baj. A rajz itt van? Igen, itt van. A kulcsok? Itt vannak. Ezek honnan vannak? Még a régi főnökömtől kaptam. Tud erről valaki? Nem. Ez itt a két lenti ajtóhoz. Ez meg az irodához. Oké. Jó, jövök már! Miért jönnek ilyen későn? Nem kapnak vacsorát. Tudják, hogy pontosnak kell lenniük, már rég zárva van a konyha. Álljon meg a menet, nekünk jár a vacsora. Ismerik a házirendek, nincs kivétel. Állítsa le magát! Nézze, kedves Dwingerné, a temetőben voltunk, ahol a feleségeink és az ő férjei nyugoztak. Hányan is voltak? Ott hárman vagy talán négyen? De mortuis nil nisi bene. Megsirattuk, amit elvesztettünk. De miért jönnek ilyen későn? Mert hívogatott minket a temető. A sírban nyugalom van, maradjatok itt! Itt van a ti helyetek, értsétek meg ezt végre! Hagyjon már a drámai monológiaival, ez itt nem színpad! Ó, maga nagyon téved, kedvesem. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő, és maga is játssza a szerepét. Bár nem maga alakítja a pozitív hőst. Na, mi lesz már? Kapunk vacsorát, vagy nem? Fenyegetni akar? Igen!
Ezt a sok félholtat mind felüvöltöm. De nem kapnak meleg vacsorát. Csak hideget. Köszönjük. 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 Maguk mind őrültek. Na már, hogy zárva. Puska úr? Puska úr? Puska úr, zárva a kapu. Ki enged minket? Hogy ilyen sokáig dolgozott ma? Hónap végén. Mindig rengeteget túlórázom. Ezek a túlórák. Egy pillanat. Elvihetem egy darabon, Nessler kisasszony? Nagyon kedves Burger úr. Tessék. Köszönöm. Burger úr, itt mintha rúzsos lenne. Á, köszönöm. Azért szóltam, nehogy balul is jön ki a dolog. Kár lenne a túlóráért. Jó éjszakát. Maguk köszönjük is. Jó éjszakát. Jaj, a fülbe borul. Bent hagytad? Az irodában? Egész biztos? Igen, biztos. A francba, hogy lehetsz ilyen? Ha-ho! Ha-ho! Puska úr! Tessék, mi a baj? Csak most vettem észre, hogy égve felejtettem a villanyt odafent az irodámban. Majd én lekapcsolom. Inkább én nem akarom, hogy holnap baj legyen. Fura egy szerkezet. Nagy a kisebbet. Ez a hülye tyúk. Ugye úgy itt? Igen, két hete kezdtem. Aha. Tudja, a maga helyében én nem kezdenék egyből túlórákkal. Puska úr, valami nincs rendben a másodikon, a Helvége és társánál.
Furcsa zajokat hallottam. Legalább 15 000. Hát annyi biztos. Fel a kezekkel! Most már biztos dolgoznak a fiúk. Mindig van pénz az irodában, értékpapírok, ékszerek. Csak nyugalom, egészségünkre. Hát ez meg. Hí, hát ez mi? Csortuk a konyháról. És összegyűlt a kis csapat, félelem s remény közcsodródva. Pesgőt majd csak holnap iszunk, meg attól kezdve minden áldott nap. Van még egy pár tippem, hol szerezhetünk pénzt a sok vénuzsorástól. Nekem is van egy pár. Prosit. 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 Az uzsorásokra. Te is voltál, vagy nem? Mindannyian azok voltunk, uzsorások, csak nem elég jók. Különben nem ebben az átkozott otthonban rohadnánk. Én nem voltam uzsorás, én azt is csak eljátszottam. Természetesen kiválóan. Hát persze, kiválóan. Kiválóan. Aki nem volt, az is szeretett volna az lenni, ismerjétek be. Mind térden csúszunk előttük, és miért? Mert a szerencse mindig velük van. De mostantól majd velünk lesz. Mert én tudom, hogy hol keressük. Te megkapod a pesgődet, és te meg mit kérsz? Most kívánhatsz valamit? Egy-két normális gönc kéne neked, hogy lássák, ki voltál egy táncosnő. Pardon, szóló táncosnő. Az bizony, te seggfej. Micsoda idők voltak azok. Ragyogó idők. El se tudjátok képzelni, ti bolondok. Férfiak. Ismerem a fajtátokat. Elég férfit ismertem. Kételkedik ebben bárki is? Kívülről is, belülről is. Férfiak, hiszen azok mind bolondok. Mind uzsorások. Ezt rád? Te vén panya! Stefan! Tessék! Az éjjeli őrpisztolya. Nem volt csőre töltve. Szegény kis öreg biztosan elfelejtette. Ezért kellett meghalnia. Itt van a tárcája. Talán találsz valamit. Rendben. A férfiaki a rendőrséget hívta lent. Jó, megyek. Tessék, ezt is írt fel. Rendben. Nem tudok semmit. Mit kellett volna tennem? Várni, amíg valaki kijön? Jó. Kezében egy pisztollyal, és engem jól is lepuffant. Van. Először is nyugodjon meg, üljön le. És aztán? Hallottam a lövést, és ahogy csak tudtam, elrohantam. Akkor tehát a tettest, hogy a tetteseket nem is látta. Nem. Értem. A rendőrséget pedig egy telefonfülkéből hívta ki. Igen. Jó, és mondja, hogy tudod kimenni a házból? Nem volt bezárva? Nem. Az őr épp akkor akart bezárni, amikor riasztottam. Amikor a rendőrség idejét, az ajtót már zárva találták. És egyedül volt? Igen, persze. Maga csöngette? Igen. Bűnügyi rendőrség, beszélhetnék önnel? Az uram. Megengedi, hogy... Tessék. Köszönöm. Meghalt? Ugye nem? Sajnálom. Éreztem én, hogy egyszer éjjel itt fog állni a rendőrség az ajtó előtt, és én meg fogom majd kérdezni, hogy ugye nem halt meg? És a válasz, de igen. A fegyvere ki sem volt biztosítva. Mindig azt mondta, ha baj van, majd előhúzom a pisztolyt.
De lőni nem fogok. Emberre nem. Soha. A másik az lőtt. Mondja, nem látja, hogy van még benne? És mégis meddig akarnék kávézgatni? Már elmúlt 8 óra. Azért még befejezhetem, nem? El is kell mosogatni. Így a már ki, jó? Jól van, vigye. Senkire nincsenek tekintettel. A konyha már bezárt. Jó, tudom. Készpénz, de nem igazán sok, körülbelül 20 000 márka. És néhány ékszer. Itt van egy lista a nejem ékszerei, amiket itt tartott, hogy kéznél legyenek, ha este elmegyünk valahová. Elég öreg darab. Szokatlan egy ilyen modern irodában. Hát igen. Nosztalgia. Tudja, kedvelem ezt a darabot. Mindig a nagyapámra emlékeztet, a cég alapítójára. És persze az apámra. Ő is ilyen volt. Régi módi. És szólít. Van egy biztonságosabb trezor a pincében. Hmm. Csak a maga ajtaját feszítették fel. Mindkét lenti ajtó is itt fönt a folyosóra nyíló ajtó be volt zárva, méghozzá kintről. Tehát a betörőknek biztos, hogy volt kulcsuk hozzá. Honnan lett volna? Csak nem arra gondol, hogy... Az alkalmazottak. Nem, ők mindnek bízhatók. Elbocsátott dolgozók? Évek óta nem bocsátottunk el senkit. Várjon csak, tegnap volt nálam egy nyugdíjas alkalmazottunk, aki pár éve még a könyvelést vezette. És járt itt tegnap? Éjjeli őr akart lenni. Ezért volt itt. Beszélgettünk, aztán a kezébe nyomtam 100 márkát. Szóval ez minden. Bár nyugdíjas, de azért ki ismeri itt magát, nem? Hát azért nem. Bár lehet. Tudhatta, hogy ékszerek és készpénz van a trezorban? Valószínűleg, de nem hiszem, hogy neki ehhez köze lenne. Azért a nevét megtudhatnám? Kész, vége. Függöny. Egy ott van a színpadon. Mindig problémás egy hullát eltüntetni a színpadról. Na jó, de hol van a pénz? Azt azért elhozták. Drága Irma, megengedett, hogy lefordítsam, amit most mondtál. Szerinted, de javíts ki, ha tévedek, szerinted mi nem öltünk meg senkit, ezek szerint tehát minden jól alakult. Mostanáig igaz? Igaz. Most azonban egy halott van a színpadon. A sok pénz mellett. Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Na, elhozzuk a pénzt. Igen vagy nem? Igen. Jó, megyek már. Marabú. Jó. Pillanat. Emil, telefon. A tegnapi fickó. Én akkor is találkozni akarok vele. Remélem, hogy el tudom érni. Jó, 11 után. Jó, rendben. Na, milyen híred van? Megkapjuk a pénzt. Ha akarjuk. Hát, persze. Jó reggel. Emil, a tegnapi ürgék! Ezektől az ember étvágya is elmegy. Jó reggelt. Pontosan, mint mindig. Egy italt? Nekem még korábban. Nekem nem. Na, mi lesz? Mindjárt itt lesz. Egészségünkre.
Maga még mindig nem fél? Elfelejtettem, hogy kell félni. Rég elfelejtettem. Te aztán... Elnézést. Maga aztán igazán nagy szám volt. Aha. És jobb, ha nem feledkezel meg róla. Maga se? Nem fél? Mitől féljen egy félholt ember? Mi dolga van neki a rendőrséggel? Ezt ennyire különösnek tartja? Ó, nem. Ez a Koppel, ez egy renitens alak. Csupa ellentmondás. Nézzék csak, ez itt az ebédlőnk. Van egy kertünk, napágyakkal. Igazán kellemes, nyugodt hely öreg embereknek. Igen. De ennek a Koppelnek semmi se elég. Egész nap csak furikázik a városban, az őrült társaival. Egy kis mikrobusszal. Ez is olyan fura dolog. Minek nekik egy ilyen busz? Nem tudom, miből vették, mert pénzük nincs. Ez most persze egy igen kínos helyzet. Nem kéne eltűnni? Nem. Ezek gyilkosok. Kedvet nyújtsak nekik, vagy inkább köpjem le őket. Ha csak tegyem el a pénzt. Ezt előbb kellett volna meggondolni. Igen, igazad van. A francba ilyen hülye helyzet. Most már kicsit késő. Megjött. Kint a kertben, jobbra. Te itt maradsz. Jó, rendben. Elnézést. A francba, de sok bajunk van vele. Éljünk a lényegre. Hol a részünk? Mennyi? 10 000. Fele-fele. És az ékszer? Arra még várnotok kell. Ha most elveszem a pénzt. Akkor benne lesztek. Idáig. Szeretnéd mi? Na-na. Mi most túl sokat kockáztatunk. Biztosra kell mennünk. Ezt én is tudom. Egészen biztosra. Szóval? És aki lebukik, az hallgat. És egyáltalán nem fél kérdezgette. Mondtam, mitől féljen? Mitől féljen egy félholt ember? Most feltámadtak a félholtakat, egy szalottak életre kelnek. Pénz, pénz, végre megvan. Megszereztük és meg is tartjuk. Egyszerűen azért, mert szükségünk van rá. Mitől kéne félnem? Na, pinget légy! Gyere, légy hosszoktány! Ezt nem kell! Jó napot kívánok, Vingerné! Ma nem tud azzal megbüntetni, hogy nem ad nekünk vacsorát. Pontosak vagyunk és jó kedvűek. Mi lesz a finom vacsora? Hogy más káposzta? De veszünk inkább valami jó helyen. Mangé à la carte! De előtte még a rendőrök keresik. A rendőrök? Beszélhetnék önnel pár percet? Velem? Igen, önnel, Koppel úr. Nos, miről van szó? Hol beszélhetnék nyugodtan? Erre tessék. Nem tetszik ez nekem. Menjen mindenki a szobájába. Igen, ott dolgoztam valamikor, mint könyvelő, mint számológép. Megettem a számokat, és kiköptem a számokat. És én is valahogy számmá változtam. És engem is kiköptek végül. Ugye ön a nyugdíjából él? Azt mondta, hogy élek. Hát miért? Talán olyan rosszul megy a sor. Ugye viccel velem. Megmondaná, hogy miért kérdez tőlem ilyeneket? Miért volt tegnap Helvége irodájában? Mikor... Tegnap? Tegnap már emlékszem, gondoltam, benézek, csak úgy beköszönök. Ugye tudja, mi történt ott? Igen, hallottam, hogy betörtek.
Tudja, amikor láttam tegnap azt az ősrégi széfet, akartam is mondani, hogy jó ember, nem akar végre beszerezni egy újabbat? Ez már az apja idejében is elavult darab volt. Ha jól tudom, állás után érdeklődött, mint éjjeli őr. Igen. És képzeljék csak el, ha én lettem volna este szolgálatban. Puff! Mondja, mennyi pénz van a zsebében? Hogy mennyi? Talán pár márka. Megmutassam? Jól hallottam, hogy vett egy kis buszt. Négyen vettük együtt. Régi és használt, és valójában nem is vettük meg, csak kipróbáljuk. Őrült ötlet, nem? Négy idős ember. Csak fiatalnak lehet őrült ötlete. Na és mire használják? Furikázni. Koppelt már ismerik. A klikhez tartozik József Steckel, egy nyugalmazott rendőr. Rendőr? Itt legalábbis ez áll. Aztán Carlo La Rossa. Valamikor színész volt, és nincs ki mind a négy kereke. Igen, én is bűnügy is voltam valamikor, de annak már jó ideje. Talán már nem is igaz. Ami a valóság, az itt áll ön előtt. Én nem tudom, hogy miért van így, de tudja, a legtöbb ember bedobja a törülközőt. És aki itt van, az mind bedobta. Sakkozik? Ki következik? A sötét. A sötét? Tessék. Matt! Melyik csoportban dolgozott? Hol ennél, hol annál. Betörés, lopás, meg ami ezzel jár. Ezt jól ismeri, nem? Igen, igen, ismerem. Tudja, nagyon örülök, hogy megismerkedhettem egy régi kollégával. Annak érzi még magát? Mármint kollégának? Nem. Nem vagyok kolléga. Az valahol elveszett az évek során. Nem. Nem vagyok. Magát keresik az urak. Ó, bocsánat, nem vártam látogatókat. Valóban, tényleg láttak még engem a színpadon? Emlékeznek még a darabra? És a szerepemre? Igen, hogyne. Szóval maga volt a, minek is mondják, drámai hős. Ó, igen, igen. Egy hűs a drámairodalom tükrében. Ez jó. Föl kell jegyeznem az emlékirataimba. A tükrében. Igen, az életemet íróknak áldoztam. És most rendelkezésükre állok, ha ugyan bármit is tudnak kezdeni velem. Ez itt ugye ön, igaz? Igen. Talán inkább voltam. Antonius és Kleopátra. Az volt az én időm. Mondja, egy ilyen sikeres színész, mint ön, elnézést a kérdésért, de hogy kerül az öregek otthonába? Ez egy nagyon jó kérdés, fiatalember. Jó és nehéz kérdés. Mint minden fiatal, én se gondoltam arra, hogy meg fogok öregedni. Nem spóroltam, nem tettem félre semmit, csak éltem, éltem, éltem. Aztán hirtelen utolsó felvonás függöny. Magukkal persze ez már nem fordulhat elő, ha egyáltalán megérik ezt a kort ebben a veszélyes szakmában. Igen, tessék! Ó, én remélem, hogy nem tartjuk föl nagyon. Csak szeretnék megismerni. Ez ugye ön? Hát persze, hallottam, hogy sikeres táncosnő volt. Balett táncosnő. Igen. Ez én is vagyok, meg nem is. Senki nem az végül, aki volt valamikor. Én sem.
és maguk sem lesznek, ha majd ide jutnak. Talán igaza van, de vannak itt barátai, nem? Ugyan. A mi korunkban nem kötünk barátságokat. Barátok? Legfeljebb ismerősök, hogy ne legyek annyira magányos. Kutyát ugye nem lehet itt tartani. Pedig annak jobban örülnék. Tessék! Tegnap lelőttek egy éjjelőrt. Ugye hallott róla? Hát... Kitől? Hát... Olvastam. Az újságban. Képzeljék el, még tudok olvasni. Ne haragudjon, de amikor Harry azt kérdezte, hogy kitől, igen sokáig hezitált. Akkor... Tehát kitől? Koppel mesélt nekem róla. Volt valami dolga régen azzal a céggel. És mi szólt ahhoz, hogy lelőtték az éjjeli őrt? Kérdezzék meg tőle. Valami közük biztos van ehhez az ügyhöz, csak még nem tudom, hogy mi. Koppel pontosan tudta, hogy lenne mit keresni a széfben, és ő adta a tippet. Kinek? Steckelnek, aki ugye rendőr volt. Hát, ezek csak feltételezések. Na de Harry, Steckel jól ismeri az alvilágot, mi is ismerünk embereket a másik oldalról. Szóval szerinted a mi régi kollégánk rossz fiúkkal szövetkezik? Igen, miért ne? A rendőrök is csak emberek, a szakma ugyan erkölcsre neveli őket, de azért emberek maradnak. A kollégánkban pedig egy igen tönkrement embert ismerhettünk meg. Egytől egyig mindenki, akikkel ma megismerkedtünk, valahogy olyan szétesettek voltak. Tudod, Harry, odáig jutottak, hogy már nem számít az erkölcs. És ami a legijesztőbb, attól félek. Csak nem azt akarod mondani, hogy mi is? Hát csak remélhetem, hogy nem. Jól hallottam, Pesgő? Ugye csak ugratnak? Még a végén látni akarja a pénzünket. De mi persze nem mutatja meg. Na jó, akkor döntsenek. Hozzam azt a pesgőt, vagy ne. Vöv, Liko. De ha nem lesz megfelelő hőmérsékletű, már viheti is vissza. Compli, garçon? Tu veux la ton cul? Sera bientôt aussi froid que la champagne. Compli, monsieur? Nem hittem volna, hogy tud franciául. Fordítsd már le! Kérdezd meg tőle franciául, hogy lehet-e itt vacsorázni is. Vas-y, vas-y, compris? De kedvesem, az nem itt. Az majd egy jobb helyen, ahol a pincének frakban vannak, és csokornyakkendőben mi megérkezünk, és én megkérdezem, hogy megvan-e még az asztalom. Ha a válasz az, hogy nincs, akkor végük. Halló, főnök, itt Berger. Egy vendéglőben ülnek valamennyien. És pesgőt isznak. A Volkswagen busz reggel kifizették. 2500 volt. Csak egy percre zavarok. Steckel úr? Igen? Kifáradna? Hát hogyne. De miért? A többiek is. Koppel úr, La Rossa úr, Labusné. Jöjjenek szépen! Már várnak magukra. Itt vannak. Jó estét. Kérem, foglaljanak helyet. Köszönjük, kedves Dringerné. Köszönjük. Kérem. Tessék. Hát ez meg mi? Csak nem egy kihallgatás. Hát hívhatjuk annak is. Csak el ne hibázzanak valamit. Parancsoljon. Házkutatási parancs? Hát ezt hogy szerezték? Mire föl? Az a gyanunk, hogy maguk egy bűncselekmény részesei, illetve értelmi szerzői. Hát ez meg mit jelentsen? Miféle bűncselekmény? Rakjanak ki mindent a zsebükből, ide az asztalra. Először Steckel úr. És mi van a mellény zsebében?
Belső zsebek. Talán nem szabad pénzt tartanom a zsebemben? Mennyi összesen? 900 márka. 920. Legyünk precízek. Miért talán nem lehet 920 márka zsebemben? Kolléga úr, most nyilván az jön, hogy kitől, meg honnan van. Megmondom én önnek szívesen. Ez az összeg, ez minden, ami a nyomorult kis vagyonomból mostanra még megmaradt. És ebből a pénzből csinálunk magunknak egy-két szép napot, amivel az élet még tartozik nekünk. Ez rész a zsákmányból, ami egy ember életébe került. És a bizonyíték? A bizonyíték! Mégiscsak elkövet egy hibát, hol a bizonyíték? Mondd csak, miért nem kutattuk át a szobáját? A vérka tudja, mit csinál. Biztos nem a matraca alá rejti a pénzt. Esküszöm, nem értelek. Én először megszorongattam volna őket együtt, aztán mindenkit külön-külön. Itt most más dologról is szó van. Választ akarok kapni a kérdésemre. Tényleg eljutottak a végső stádiumba? Megáll az eszem. Nem tudom, hova akarsz kiukadni. Stekkel nem téved, nem tudjuk bizonyítani. Még nem. Azt hitte, hogy túljárhat az öreg Stekkel eszén. Téved, kolléga úr, téved. A kihallgatásról még van némi fogalmam. Minden trükköt ismerek. Semmi gond, nem tudnak minket megfogni, egyáltalán Egy-két nem. Szép napot, amivel az élet még tartozik nekünk. Egy-két szép napot, amit kiérdemeltünk. Kiérdemeltünk! Nem fogja ennyiben hagyni. Ismerem a fajtáját. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Á, jó reggelt! Most jön a bilincsbeverés? Nem, nem, hová gondol? El akartam hívni valahova. És mikorra hoz majd vissza? 11-kor van egy fontos találkozó. Hát, az bizony be kell tartani, semmi gond. Meg se kérdezi, hogy kivel? Ugyan, ha úgy gondolja, hogy tudnom kellene, akkor biztos megmondja. Tegnap nagyon érdeklődött a sakkozás iránt. Maga is játszik? Csak ritkán. Mit szól egy partihoz? A parkban. Mi ketten? Ön ellenem, én ön ellen. Miért ne? Na? Sötét. Maga kezdi. Szóval, semmi kihallgatás? És semmi hallató lámpa? Régebben még így csinálták? Hát, ha vérre ment az ügy. Ha nagyon kemény volt az ellenfél. Na igen, hát változnak az idők és a módszerek is. Még... nem tudom pontosan, hogy kiterveltek ki, de ez jelenleg nem is olyan fontos. Talán Koppel. Ő végül is ismerte az irodát. Na igen, szóval így megszületett az ötlet, hogy hogy szereznek pénzt. Már csak kivitelezőre volt szükség, és erről maga gondoskodott. Jó elmélet. Pillanat, nem kell válaszolnia. Ne is szóljon semmit. Úgy sincs rá szükségem. Nincs. Tudom, hogy így történt. Maga jön. Engem a lelki állapota érdekel, hogy hogy érzi magát. Megpróbálom beleélni magam a maga lelki állapotába. És mondja, hogy megy?
Én csak azt mondtam, hogy megpróbálom. Szerintem nem fog sikerülni. Ezt a lelki állapotot maga nem ismerheti. És ha egyszer megismeri, akkor majd összeomlik magában minden. Amiben valaha hitt, ami valaha fontos volt. Minden. És ezt jól jegyezze meg. Minden elveszíti a jelentőségét, az értelmét. És mi marad magának? Csak a bőrét próbálja menteni a végsőkig. Semmi nem számít? Semmi. Gratulálnom kell, maga nagyon jó játékos. Jó sakkozó. Ugyan, csak hagyott engem győzni. Nem, hiszen esélyem se volt maga ellen. De most már jönnek a bilincsek, igaz? Nem, még nem. Megígértem magának, hogy elmehet a találkozójára, úgyhogy menjünk. Bármivel próbálkozzon is, nem tud megfogni. Meg se próbálom kideríteni, hogy ki maga valójában. Tudom, ki vagyok. Biztos, hogy tudja. Mit hozhatok? Ah. Vagy megmondja, hogy mi ez az egész, vagy elmegyek. Tessék, próbálja meg. Meghívtam a többieket is. De honnan tudta? Kedves kollégám, kezdőbűnözők tankönyve, ott is az első oldal. Á, szóval figyeltetett pontosan. Minket. Minek? Talán át akarnak még venni némi pénzt. Tudja, miután eladták az ékszert, egész szép összeg jöhet még ki. Mi a fene van itt? Ide hozott minket, de persze nem árult el, hogy miért. Talán megváltozott valami? Semmi, nem változott semmi. Kihallgattak titeket? Nem, csak meghívtak minket egy sörre, mert pezsgőre már nem kellett volna. Mégis mi folyik itt? Üljön le. Utólagos engedelmükkel még valakit meghívtam. Jó napot. Bemutatom a halott őrözvegyét. Kicsit törődnünk kell vele. Szegény annyira elesett, de ezt önök bizonyára megértik. Gondoltam, talán meg akarnak vele ismerkedni. Szóval ez az a nagy ötlet. Mit mondott neki? Én? Semmit. Én nem tudtam, hogy társaságban lesz. Biztos nem zavarok? Ugyan, de hogy jöjjön, üljön csak le. Ők mind az idősek otthonában laknak. Ez az úr valamikor még a kollégám volt. Ő pedig egy irodai alkalmazott volt ott, ahol nem érdekes. Erre az úrra tán emlékszik. Igen híres színész volt, valamikor igazi színpadi sztár. A hölgy pedig valamikor táncos nő volt. Nem is akármilyen. Önnel egykorúak, akik most egy otthonban tengetik a napjaikat. Igazán örvendek. Jó napot. De biztos, hogy nem zavarok itt? Nem. Maradjon. Maradjon csak szépen ülve. Láttam odakint a buszunkat. Megkaphatom a kulcsot? Igen, hát persze. Akkor én most megyek a találkozómra. Ne várjatok! Na de... Semmi gond. Maradj velük. Elfogytak az idézetek?
Nincs valami jó mondás? Nincs. Elfogyott. Egyet beszéltünk meg most. Vannak meg... még. Mit akarsz tőlük? Ne izgulj. Üzleti partnerek vagyunk. Ráadásul sok pénzt kapok. Hátul várnak rád, de nekem semmi közöm az egészhez, rendben? Mit akarsz még? Kiegyenlíteni a számlát. Nincs mit kiegyenlíteni. De van. Most rajtatok a sor. Én lebuktam. Megmondtam már, ha lebuksz, az a te bajod. Kérem, ne lőjön! Segítség! Ne lőjön! Megsebesültem! Segítség! Ők ketten voltak. Olyan jól. Mégsem. Ismertem magam. Kolléga. Írta Herbert Reinecker, magyar hangok, Szabó Ottó, Gálvölgyi János, Kajtár Róbert, Kun Vilmos, Velencei István, Versényi László, Olsavszki Éva, Bókai Mária, Sesták Szabolcs, Horányi László, F. Nagy Zoltán, Kis Gábor. Zene Helmut Trunc. Fényképezte Mihály Georg. Magyar szöveg Szigeti Kata, hangmérnök Levacsics Péter, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Kun Márta, szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Welcome Kft. Megbízásából a Liget stúdióban készült. Rendezte Franz Péter Wirth.